Baráth Péter és Leskó László, a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola cukrász szakoktatói cipelik a több 10 liter gulyáslevest a szekszárdi hajléktalan szállóra. Az ötletgazdák 3 éve kedveskednek karácsonyi menüvel a fedél nélküli embereknek. Egyrészt így szeretnék támogatni a rászorulókat, másrészt nevelő célzata is van az önzetlen cselekedetnek. A diákokat egy kis szociális érzékenységre neveljük, mutassuk meg nekik, hogy mennyire fontos, hogy másokat támogassunk, és körbenéztünk, hogy kiket tudnánk legjobban itt segíteni. És azt láttuk, hogy sajnos, mint máshol is, Szekszáron is sok hajléktalan van, és ezért jött az ötlet, hogy őket támogatnánk, őket segítenénk egy kis étellel, egy kis finomsággal. Az iskola tanárai vezetésével 2 9-es osztály készítette el a karácsonyi menüt. A diákok a gulyásleves mellé túrós batyut is sütöttek a hajléktalanoknak. Természetesen a szaloncukor és a meglepetés sem maradhatott el. A tanulók mézes kalács figurákat készítettek, mondta Nagy Sándor, gyakorlati oktatásvezető. Adni mindig jó. Kapni is jó, de adni még jó, főleg nekik. Mi azt vettük, hogy a 9-es osztályon, tehát a turizmus vendéglátás ágazati alapképzésben mi projektfeladatként ezt belevettük, hogy ők is szembesüljenek ezekkel a dolgokkal. Szűcs László, a hajléktalan szálló vezetője azt mondja, a meleg étel a lehető legjobb ajándék a fedél nélküli embereknek. Karácsonykor egyébként minden évben tartanak egy kis ünnepséget, és adományokat is osztanak ilyenkor. Ügyfeleinknek egyrészt az étel az nagyon nagy érték, főleg a meleg finom étel. Nagy örömmel fogadták, amikor tájékoztattuk az ügyfeleinket. Ezúton is köszönjük az adományozónak. A hajléktalan szálló vezetője azt mondja, várják a további adományokat. Tartós élelmiszernek, meleg ruhának, gyertyának, vagyis mindenféle olyan dolognak örülnek, ami segíti a hajléktalanok túlélését a hidegben. November óta, a hideg megérkezésétől számítva egyébként teltházzal működik a szekszárdi hajléktalan szálló. Ez azt jelenti, hogy naponta 30-40 fő tartózkodik a nappali melegedőben, amit éjszakára sem zárnak be. Itt 12 főnek alakítanak ki éjszakai szállást. Az éjjeli menedékhelyen pedig 20 férfi és 5 nő alszik.